többször is kifütyülték Donald Trumpot a libertárius párt országos konvencióján. Az amerikai liberális párt tanácskozásán ezen a hétvégén döntik el, ki lesz a jelöltjük a novemberi elnökválasztáson. Trumpnak ezért is volt fontos, hogy felszólaljon a rendezvényen. Megjelenése azonban többekben heves ellenérzéseket keltett. Sokan sértéseket kiabáltak felé, és olyan dolgokért bírálták a volt elnököt, mint a koronavírus járvány kormányzati kezelése, a hatalmas hiányok felhalmozása a gazdaságpolitikában, vagy a politikai múltjáról szóló hazugságok. Trump eleinte még viccelődéssel próbálta elütni a helyzetet, de nem bírta sokáig szó nélkül a beszólásokat. Azzal vágott vissza, hogy őt csak akkor jelöljék a libertáriusok, ha nyerni akarnak. Csak akkor csinálják, ha győzni akarnak. Ha veszíteni akarnak, akkor persze ne csinálják. Elégedjenek meg 4 évente a 3%-ukkal. Gúnyolódott a libertáriusok korábbi választási eredményén Trump a tömegfújolása közepette. A kongresszusra Joe Biden jelenlegi elnököt is meghívták, de ő nem ment el rá.